Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Te fontosabb vagy számára, mint mások. Hogy mit üzennek a kártyák, ezt megtekintjük, de először kitérnék erre a drága kőre, prénit. Prénit az segít a haj növekedésében. Erősíti a haj gyökereket. Tehát, ha leöblíted fejmosás után a hajadat, akkor beletehetsz a vízbe ebből a kőből egyet, és akkor az segít a haj növekedésénél. Arra is alkalmas, hogy szép legyen a hajad. Ez a prénit segít nekünk abban, hogy megtaláljuk a saját énünket, azt, amit mi szeretnénk elérni. Erősíti az önbizalmunkat. Prénit segít abban is, hogy bizonyos érzelmek, azok felmerüljenek, és amit eddig eltoltunk magunktól, arra oda lehet figyelni, és akkor van egy ilyen gyógyító hatása. Prénit tényleg ez ilyen gyógyító kő, és segít vese betegségeknél, vagy hólyag gyengétségnél. Prénit az segít meditációnál, vagy szertartásoknál is, amikor úgy körbe rakod, és mindaz, ami fontos számodra, amit szeretnél elérni, akkor az legyen benne ebben a körben, és akkor koncentrálj ezekre a dolgokra. Prénit az segít a szív csakránál, vagy a szolár plexusnál. Asztrológiailag a rák jegyéhez tartozik, a mérleg jegyéhez tartozik, és a nyilas jegyéhez. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt a csillagok szerencsét hoznak. Jelenti a sors utadat is, hogy minden úgy alakul, ahogy megvan írva a sorsok könyvében. Itt megjelenik a könyv, a sorsok könyve. Persze ez a könyv utalhat tudásra, tanulásra is, mégpedig ez lehet egy spirituális terület. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, és ahogy Prénit szintén ezt üzeni neked, légy magabiztos. Itt kialakul kettőtök között valami, hiszen kinyílik egy ajtó, jelenti az ő nyitottságát is. Itt van a szerencse, azon kívül lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. A múltban ő zárkózott volt, de most nyitott lesz, és a virágcsokor az jelentheti a te szépségedet, nőiességedet is. Ami a munkát, hivatást illeti, itt lesz egy kreatív tevékenység, tudás vagy tanulás, egy spirituális út. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. A téli hónapokban voltak itt nehézségek, ami rabolta az élet erődet, de a kassa elvágja ezt, tehát javul a helyzet, lezáródnak bizonyos dolgok, mindaz, ami benneteket nyomasztott, téged is és őt is. Ezek lehetnek munkahelyi gondok is, hiszen itt a horgony jelenti a munkát, a hivatást, ez a medve, vagy az ő élet erejét, vagy a főnökét, de a horgony jelent még valamit. Ő lehorgonyozott most nálad, és te adod számára az erőt, és itt látható ez a szerencse. A problémák, amik voltak a téli hónapokban, azok itt most lezárulnak. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tendera!